Az, amivel most itt előállunk, az nem pont az, amit ígértünk. Ezt férfiasan azért meg kell hallani, és itt én az egyenes gondolatok embere vagyok, tehát nem szeretnék semmilyen módon is másolni, vagy magyarázkodni. De azért mégiscsak egy olyan menetrendről lesz majd itt szó, ami kellően fogyasztható, jól használható, és mégiscsak egy elmúlt évi munkának az eredményeképpen jött létre. Valamilyen szempontból azért mégiscsak előremutató. Hogy egy kicsit összefoglaljam a tavalyi évet, tehát 2011-ben az EGRI önkormányzat és az Agria Volán ZRT egy nagy munkát tűzött ki, nem feladott tűzött ki, hogy megreformálja, átalakítsa Engerváros vonalhálózatát és menetrendjét. Széchenyi Egyetem, Győri Egyetemnek a munkatársainak a bevonásával ment ennek a feladatnak a végrehajtása. Több szempontból, felmérésekkel és egyéb módszerekkel megvizsgálták a vonalhálózat menetrendet, és nyáron leraktak egy olyan változatot elénk, amelyet aztán nyilván az önkormányzat és a volán közösen elkezdett feldolgozni, és az egyeztetések után társadalmasítottuk is, tehát a lakossággal is, az egriekkel is megosztottuk, és kértük a véleményüket. Ennek rengeteg visszajelzést kaptunk, nagy visszhangja volt, és ennek nyomán született egy olyan verzió, amit szerettünk volna bevezetni, de akkor már küszöbben álltak azok a költségvetési változások, amelyek aztán sajnos vagy nem sajnos, hogy be is következtek tulajdonképpen idénnel, és ezért mivel láttuk, hogy stabilan ez a menetrend, a bevezetése az egy olyan stabilitást igényel, ami az esetlegesen új költségvetést tud biztosítani, ezért egy picit elhasztottuk, és azt ígértük tavaly évvégén, hogy ha nem is decemberben, de mindenképpen ennek az évnek az elején, első negyedévben akkor bevezetjük. Annak volt egy olyan alapfeltétele, hogy az állami finanszírozás az egy kicsit kedvezőbb helyzetbe hozza a vidéki önkormányzatokat, hanem a budapestivel szemben, vagy annak terhére, de mindenképpen erősítse a vidéki tömegközlekedésnek a finanszírozását. Ezek egyelőre sajnos nem következtek be. Erről most hosszasabban is lehetne beszélni, de a lényeg az, hogy ezek a pozitív fejlemények nem történtek meg. Sem a különböző fogyasztói átkiegészítés, sem a normatív támogatás mértékének a növekedése igazából jelentősen nem változott, ezért olyan menetrendi változatot kellett kiagyalni, hogy ahhoz a költségvetéshez tudjon igazodni, amivel szembesültünk, vagy látszott, hogy majd szembesülünk el ebben az évben. Ez pedig nem az a költségvetés, amire ez az úgynevezett A1-es, most nevezzük munkanevére, A1-es menetrend vagy vonalhálózat szólt. Ezért, mivel azért sejtettük azt, hogy esetleg B-tervekhez, más variációkhoz kell fordulni, ezért volt ezzel párhuzamosan egy másik vonalhálózati terv, menetrendi terv előkészítés is, és ezt kellett, mint a művésznek a húszét a kalapból így az utolsó pillanatban előrántani. És hát, hogy nem mondják ki a genealógiát, hogy most miért lett pont D változat a neve, de lényeg az, hogy van egy D változat, és ezt valósítjuk meg végül március 4-től. Abból indultunk ki, hogy adott egy napi átlagos utasszám, amely a felmérés során is meghatározásra került. Erre került ráépítésre a vonalhálózat, a járatok. Egy lényeges kikötést azért mindenképpen szeretünk volna megtartani, hogy a csúcsidei teljesítmények ne változzon. Tehát alapvetően a családoknak, az embereknek, az utasainknak a reggeli, főképp a reggeli szokásaikat, kialakult gyakorlatot ne kelljen átalakítani. Ezért mindenképpen szeretnénk megtartani, hogy ebben a menetrendben is a csúcsidei teljesítmények ne változzanak.
ez egy nagyon fontos szempont, úgy néz ki, hogy ezt sikerült is megvalósítani. Emellett azonban sajnos a szűkítéssel is kellett számolni, hiszen olcsóbbá szerettük volna tenni, mind a szolgáltató, mind pedig az utas számára sem lenne szerencsés további terhelésre, további díjak emelésére, ezért csökkentést is be kellett vezetni, ezért vonalrövidítésekre, vonal összevonásokra kerül sor, hiszen a felmérésben kiderült, mint majd az anyagban is, amit gondolom a végén a sajtóképviselői esetleg megkaphanak, vagy meg is kaptak közben. Tehát több mint 180 volt az a járat, amely kihasználatlan minősítést kapott a 2011. április 14-i adatok alapján. Hát ebből egy olyan 110 járat esett áldozatul, úgymond, tehát ezek kerültek ki a régi menetrendből. Megpróbálom úgy, hogy egy pozitív és egy negatív dolog, hogy ezért valahogy az egyensúlyt fenntartsuk. Mi még az, ami jó és mindenképpen pozitívunként értékelhető és emelhető ki ebből az új menetrendből. Mindenképpen szerencsésebb, egyszerűbb és egy könnyebben átlátható menetrendi struktúrát jelent a ma újra divatossá vált ütemes menetrend kialakítása. Korábbiak során én emlékszem, hogy 30 éve is volt már próbálkozás és működött, hiszen tudta mindenki, hogy óra 5, 25, 55 volt talán ez a klasszikus felnémeti menetrend. Időközben sajnos utazási igények, szokások, munkarendek, iskolai órarendek és egyéb felrúgták ezt az ütemes, most újra visszajött, aminek szerintünk számtalan előnye van szakmai szemmel nézve is, tehát mindenképpen jól megjegyezhető, és egy egyenletesebb járat-elosztás tehet, vagy tesz lehetővé a hálózaton. Ez mindenképpen előnyt jelent, és azt szeretném kiemelni. Emellett még további előnyként mondható el, hogy a belvárosban, hiszen itt összefutnak a járatok, a belváros járat felosztása vagy leosztása is egy egyenletesebb menetrendet eredményez. Ebben a most március 4-től bevezetendő változatban, hiszen gyakran tapasztalhattuk sajnos, hogy az Agrokár, vagy a Mezőgép, vagy most már Vajosváros végállomásból elinduló autóbuszok és a belvárosban összefutnak, találkoznak, hiszen közel azonos a távolság, a munkarendnek azonos, a iskolában ugyanakkor csengetnek szinte ki az órákról. Tehát a belvárosban torlódnak, és akkor egy időben kettő, esetleg több autóbusz is összefuthat, még jelenleg is. És utána bizony lehet egy olyan akár nagyobb időszak is, amíg nem érkezik autóbusz. Ezt az új menetrendben próbáltuk kiszűrni. Mint említettem, tehát akkor következik egy negatívum, vonalrövidítések is sorra kerültek, illetve beépítések kerültek ebbe a menetrendbe. És a csökkentés mellett el kell, hogy mondjam, hogy azért egy új vonalról is beszélhetünk, hiszen járatokat szinte minden vonalról kellett kiemelni, hiszen mindenütt voltak kihasználatlan járatok, és ezért próbáltuk ezzel az új vonallal a csökkentéseket is valamilyen formában ellensúlyozni. Ez a 17-es elnevezést kapta.